Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez itt az Esti Mérleg. Elkezdődött a jelentkezés a fehérvári versünnep harmadik részére, hogy hol lehet jelentkezni, milyen feltételekkel, és miért kiderül a mai műsorból, hogyha velünk tartanak. Van a Színi Akadémián egy tantárgyunk, amit úgy hívnak, hogy művészi beszéd, és főleg ez az a tantárgy, amiben rengeteg olyan tanácsot tudok használni, amit itt kaptunk a felkészítés során, és az élet minden területére igaz ez egyébként, hogy nem csak színészileg készítettek fel bennünket, hanem emberileg is. És gondolom, hogy akkor ez volt számodra a legfontosabb tulajdonképpen a versünnepből. Mit tanácsolnál azoknak, akik esetleg nem szeretnének színészi pályára menni, de verselni nagyon szeretnek? Szerintem nekik is érdemes jelentkezni, mint ahogy mondtam, ugye emberileg fejlődni itt nagyon-nagyon jól lehet, és egy magabiztosságot is kapunk, nem csak a színpadon, hanem tulajdonképpen az élet minden terén. Akkor semmiképpen nem bántad meg, hogy annak idején jelentkeztél erre a megméretetésre? A legjobb döntés volt az életemben eddig. Sokszor és sokféleképpen mondjuk, hogy itt a Facebook generációja az ismeri-e, tesszük föl inkább, úgy fogalmazom a kérdést, a magyar kultúrát, vagy éppen az egyetemes kultúra értékeit. De ha nem adjuk meg nekik a lehetőséget arra, hogy ezt megmutathassák, hogy igenis értik, igenis ismerik, és igenis szeretik, és a maguk módján megtalálják azokat a verseket, azokat a prózai műveket, amelyekben foglaltak, számukra is iránymutatóak. Ha nem adjuk meg nekik a lehetőséget, akkor azt gondolom nem jogos föltenni a kérdést, hogy ismerik-e. Tehát az önkormányzatnak, a városnak az a dolga, hogy különböző kulturális ágakban, különböző művészeti ágakban megadja a fiatal tehetségek számára azt a lehetőséget, hogy megmutathassák, hogy itt vannak, hogy kopognak az ajtón, hogy szeretnének bejönni, és szeretnék megmutatni magukat és a bennük lejövő lehetőségeket és tehetséget. Az első két versünnep is, én úgy emlékszem vissza, hogy nagyon jól sikerült. Nagyon sok tehetséges fiatal jött, akik nagyon szépen és nagyon átérzően tudtak szavalni, de ami ennél fontosabb, hogy látszott, hogy ez nem egy-egy pillanatról szól, hanem arról, hogy ők szeretik ezt, szeretik az irodalmat, szeretik a költészetet. Én bízom benne, hogy most ki fog derülni, hogy szeretik a prózát is, és ezt hajlandóak is egy verseny keretében megmutatni. Köszönet persze azoknak a felkészítő tanároknak is, akik a lehetőség mellett azért biztosítják azt a szakmai tudást, hogy a fiatalokat felkészítik, hogy valóban egy színvonalas, magas minőségű versünnep legyen a harmadik is, minél milyen volt az első és a második. Mi mindent adhat az irodalom, az olvasás, a versolvasás a fiataloknak? Miért fontos, hogy már iskoláskorban megtanuljuk, hogy miért érdemes, hiszen valamiért érdemes azokat a könyveket kinyitni és átböngészni őket? Azért, mert az olvasás az valami egészen speciális dolog. Mert persze jó a tévé, magam is és sokan is azt gondolok, hogy nagyon szeretjük a televíziót. De ugyanúgy azt gondolom, hogy emellett nagyon lehet szeretni a könyveket. Nagyon lehet szeretni a folyóiratokat, nagyon lehet szeretni az irodalmat vagy a költészetet, nagyon lehet szeretni elmenni színházba, elmenni moziba, elmenni megnézni egy kiállítást. Ez együtt tesz teljessé, azt hiszem, hogy egy embert a 21. században. Nem csak egyiket kell csinálni, nem csak tévét kell nézni, vagy nem csak könyvet kell olvasni, mindent kell csinálni. Ez megadatott nekünk itt a 21. század elején, szerintem élni kell ezzel a lehetőséggel. És egy könyv rengeteg dolgot tud adni fantáziavilágot, tud adni elkalandozást, tud adni elgondolkodást adott kérdéseken, vagy éppen válaszokat is kereshetünk könyvekben, gondoljunk például a Bibliára, bizonyos napi kérdésekre. Egy költő által akár évszázadokkal ezelőtt megfogalmazott sorok lehet, hogy a mában is mondanak valamit egy egyén számára, és lehet, hogy útmutatóak egy személyes probléma megoldásának kérdésével, és szerintem ez az, amit a költészet és a próza tud adni. Még akkor is, hogyha ebben a rohanó világban él, nagyon nehéz időt szakítani arra, hogy leüljünk egy könyv mellé, és ha más nem, este egy verset elolvasva aludjunk el. De mégis azt hiszem, hogy aki ezt meg tudja tenni, az valóban egy olyan értékkel gazdagodik, ami az ő életét is teljesebbé tudja tenni. És ha ezt mi fiatalok nem így fogjuk föl, akkor hogyan is várjuk el a gyermekeinktől, hogy ők olvassanak, és ne csak az interneten keresztül, hanem a kezükbe véve egy verses kötetet, vagy éppen egy prózai munkát. Én a versünnepben ezt a lehetőséget is látom,
hogy nem mi nevelünk felnőttek, hanem a fiatalok saját magukat. Azzal, hogy ők maguk maguknak is példát mutatnak azzal, hogy igenis, ronda szóval lehet trendi dolog is az, hogy könyvet veszünk a kezünkben, és azt nézzük, lapozzuk, hogy megtaláljuk azt a verset, vagy azt a dalszöveget, ami nekünk több annál, ami adott esetben minden más, és az nekünk mond valamit, és ezt hajlandóak is vagyunk megmutatni. Alig ért véget a Fehérvár hangja produkció, és már is kezdődik immáron harmadik alkalommal a fehérvári versünnep. Tehetségkutató ez is. Miért fontos a Fehérvár Médiacentrumnak a fiatal tehetségek felkarolása? Nem csak a Médiacentrumnak fontos, azt gondolom, hanem az egész városnak. Fontos a polgármester úrnak, fontos a fiataloknak, fontos az ifjúságnak, hogy megmutathassák a tehetségüket szerintem, és a lehető legtöbb alkalmat biztosítanunk kell nekik erre. Úgyhogy a versünnep azt gondolom, hogy a harmadik fordulójához ért természetesen, és hihetetlen, hogy mennyire várták ezt a versünnepet. Tavalyról is, és tavaly előttről is nagyon sokan jelentkeztek. Én emlékszem arra, hogy mikor most idén elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy akkor most mifajta tehetségeket keresünk, egyértelmű volt, hogy a versünnep nem maradhat el, úgyhogy a Fehérvár Médiacentrum üdvözli, hogy újra összeállhat a csapatunk, és egy tehetségkutató versenyt közvetíthetünk a nézők felé. Kiknek érdemes egyébként erre a megmérettetésre jelentkezni? Kik azok, akik bekerülhetnek ebbe a csoportba? A hagyományokhoz híven, ahogy eddig tavaly és tavaly előtt is megtörtént, a középiskolásoknak rendezzük, tehát a 9 és 13. évfolyamosoknak. Ami egyébként furcsa, mert változtattunk egy kicsit a versenyszabályon, hiszen tavaly és tavaly előtt csak versen lehetett készülni, most pedig kitágítottuk egy kicsit, úgyhogy belépett a próza is, úgyhogy most vers és prózával lehet jelentkezni a fiataloknak. A többi szerintem nem sokban változott, annyi ugye, hogy amit említettem, hogy székesfehérvári diákokat várunk, akik egyébként itt tanulnak ebben a valamelyik középiskolában, illetve azok is jelentkezhetnek, akik Székesfehérváron laknak, tehát lakcímkártyával rendelkeznek, és egyébként más települések iskoláiban, középiskoláiban járnak. Az újdonságok között szerepel a honlap. A Fehérvár Médiacentrum csapata sokat tanult a Fehérvár hangja című rendezvénysorozatból, ahogy önök is tudják szerintem sokan is Székesfehérváron, hogy a Fehérvár hangjának a honlapja a díjat is nyert. Ebből felbuzdulva úgy gondoltuk, hogy a versünnep sem maradhat ki, úgyhogy a www.versünnep.hu honlapon végig lehet követni majd a versenysorozatot, illetve majd lehet szavazni a versenyen részvevők között. Kizáró tényező az, hogyha valaki a versünnep első részében vagy másodikjában indult, hogy ez jelentkezhet-e a mostanira, azt lehet-e tudni, vagy érdemes-e megpróbálkozni azoknak a fiataloknak? Természetesen, hiszen azt gondolom, hogy minden fiatalnak minden ilyen verseny egy megmérettetés is, és egy erőpróba is, hiszen aki az első valami oknál fogva nem került be és nem lett győztes, megpróbálja még egyszer, hiszen tapasztalatokat nyernek. Nagyon-nagyon fontos a tapasztalat. A Fehérvár hangján is ezen gondolkozunk, hogy akár jövőre újra el kellene indítani ezt a rendezvényt, hiszen mindenki, aki egy ilyen rendezvényen elindul, hihetetlen mekkora élménnyel, tudással és tapasztalattal fog szerintem a következő ilyen rendezvényen elindulni. Nem volt túlságosan régen, de azért a Fehérvár Médiacentrum szakmai igazgatója milyen élményekkel emlékszik vissza a gimnáziumi évekre és az irodalommal, versekkel vagy könyvekkel való kapcsolatra, mennyire volt meghatározó? Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon fontos volt, főleg a későbbi tanulmányaimban, hiszen én tanárképző főiskolára jelentkeztem, és egy színjátszó csoportnak is a tagja voltam. Hihetetlen milyen sok élményt adott nekem a gimnázium, és nekünk nem volt igazából ilyen tehetségkutató annak idején, ki mit tud néven, ha talán szerintem sok mindenki emlékszik ezekre, azon mi is részt vehetünk, de ilyen kategóriában lebontott tehetségkutatókra én nem nagyon emlékszem. De az biztos, hogy mikor én a színjátszó csoportban játszottam, hogy nagyon sok élmény és tapasztalat volt, versenyeken is elindultunk, úgyhogy fiatal szemben egyébként ez egy közösségkovácsolás is egyben, ami egyébként nagyon-nagyon fontos szerintem szintén Székesfehérváros életében, hogy közösségek kovácsolódnak, hiszen valaki zenét hallgat, valaki prózát hallgat, és ennek mindegyiknek megvan a maga hallgatója és nézője, úgyhogy szerintem megint egy izgalmas verseny előtt állunk. Mit tanácsolná egyébként azoknak, akik jelentkeznek a versünnepre, és felállni a színpadra, és mondjuk közönség előtt beszélni, előadni, azért az nem egyszerű feladat. Hogyan lehet ezen túllendülni, és tényleg azt adni, amit ők otthon mondjuk a négy fal között tudnak? Gyakorlás, gyakorlás és gyakorlás, és leginkább az, hogy tényleg minél több ilyen versenyen el kell indulni, hiszen mindannyian itt a médiában is végig kérdezhetjük bármelyik kollégát szerintem, izgulunk. Izgulunk és izgulunk, akár mi vagyunk a kérdezők, akár egyébként pont, hogy mi vagyunk, akik a válaszokat adják.
hihetetlen mennyire izgalmas és izgalmakkal teli ezek a percek, úgyhogy mindenképpen azt tanácsolom, hogy aki úgy érzi, hogy egy kicsi pici önbizalma van, az szerintem jelentkezzen erre a versenyre, és aki tényleg úgy érzi, hogy a továbbtanulásban akár irodalom területén szeretne elindulni, szerintem ez szenzációs lehetőség. Nagyon örülök, hogy ott lehettem a kezdeteknél, és örülök, hogy most már harmadszor kerül ez a verseny megrendezésre. Azért örülök, mert azt remélem, hogy ezzel tényleg hagyomány erejűvé válik, és nem csak néhányszor, hanem még nagyon-nagyon sokszor lesz Székesfehérváron versmondó verseny. Amikor ez a gondolat fölmerült, első gondolatom az öröm volt, mert én magam versolvasó ember vagyok, és verset szerető ember vagyok. Valahogy egész fiatal koromban megéreztem a versek ízét, és megérintettek versek, és az ember életében, ahogy minden ember életében, ott vannak az örömök, a bánatok, ott vannak a kétségek és a kérdések, és ott vannak a bizonyosságok. Én azt tapasztaltam, hogy az ember mindig találhat olyan verset, amely igazán értékes, amely valóban első vonalba való értéket jelent, és amely az embernek szól, csak meg kell azt találni. És azok a versek aztán az emberben visszhangoznak, az életünket teszik teljesebbé, szebbé, gazdagabbá. Én azt érzem, hogy a versek nélkül bizony szegényebb lett volna, vagy szegényebb lenne az életem, és nagyon sok erőt, sok szép belső érzést, sok vigasztalást, sok eligazítást kaptam a versekből, hálás vagyok érte. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat gazdagszik, bontakozik egy ilyen versmondó, hiszen a föllépésében, az emberekkel való kapcsolatteremtésében, a kommunikációban tud fejlődni. Nem csak azt érzem ebben, hogy magabiztosabb lesz a föllépése, mert nagyon sok olyan embernek hallatlan magabiztos föllépése van, akiknek talán ez a lelki belső gazdagsága nincs is meg. Ezzel nem törődtek, hanem nagyon is céltudatosan megfogalmazható értékek felé fordultak. Azt hiszem, hogy a világnak olyan emberekre van szükség, akiknek szép a szívük és szép a lelkük, akik tudnak szépeket gondolni. Nem csak a méreg, nem csak a keserűség, nem csak a mindennapi szenvedés tölti ki az életüket, hanem észrevesznek apróságokat, egy reszkető falevelet, egy elsuhanó felhőt, egy útszélén nyíló kis virágot, egy madárfüttyöt, és ezek erőt adhatnak egy egész napnak a küzdelméhez, emberi kapcsolatok helyretételéhez, egyáltalán az emberi élethez. Ezt a tapasztalatot, ezt a belső gazdagodást én nagyon nagyra tartom, és nagyon ajánlom a fiataloknak, hogy ezen az úton csak bátran induljanak el, próbálják meg magukat, és lehetőleg ne hagyják a bennük szunnyadó tehetséget kibontakoztatás nélkül. A fehérvári versünnepre február 20-áig lehet jelentkezni, a részletekről pedig itt a Fehérvár Televízióban, a Fehérvár Újságban és az online felületen is tájékozódhatnak a www.fehérvártv.hu oldalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez a műsor, mármint hogy az Esti Mérleg lesz holnap is, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!